Üdvözlet mindenkinek, 2023, 4. hó 22-e van itt az infobabble.hu weboldalon. Ezúttal egy érdekes videót szeretnék megmutatni, amerikai boszorkányokról van szó, és tudom, hogy elsőre ez nevetségesen hangzik, de mégis azt kérem mindenkit, hogy tartson ki, mert ha minden jól megy, akkor sikerül majd az egészet összefűzni a 2012-es Londoni Olimpia nyitói záró ünnepségének néhány képsorával. Erről lesz tehát szó itt az infobubble.hu weboldalon a különös dolgokban, mielőtt ennek nekivágnánk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok. Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon. És ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A videó, amit le fogok játszani, az a CBS amerikai TV csatornán jelent meg, és igen rövid mindössze két és fél perc, kezdjük is el. Maga a köszöntés érdekes, ugye arról azt mondták, hogy mindenki köszönti a keleti őrtoronynak az őreit. Nem ismerem a mágiát, vagy ezt a varázslat dolgot, meg a szabadkőműves mozgalmat sem, de igen, sokszor előkerül ez a keleti irány, mint számukra valami fontos rituális elem azért, mert a nap keleten kefe. 2019-es ez a poszter, most a, a szimbolika az ugye itt sok mindent nem jelent, majd újdonságot, hisz a szabadkőművesség tele van a szimbólumokkal, ez azonban a mágia és a szabadkőművesség. Aztán a cikkben azt olvashatjuk, hogy a szabadkőművesség és a ceremoniális mágia, Általában egymást kölcsönösen kizáró rendszereknek tűnnek, azonban ez egyáltalán nem így van. Ami azonban érdekesebb: a szabadkőművességről azt írja, hogy mindössze magasba tornyosuló, puszta szerkezeti áványzatokká redukálódna az egész. Tehát ha kivonnák a mágiát a szabadkőművességből, akkor nem maradna semmi, csak maga, az, ami a mesterség építkezés lényegében, amely nélkülözi a teurgikus közbenjárást. Ez a teurgikus, ez azt jelenti, majd, hogy nem csak ilyen isteni közbenjárás, ahogyan az ember kapcsolatot tud létesíteni az istenivel. Nélkülözni a beavatás misztikus és átalakító rítusait, valamint a testvériség megidéző rituális drámáit, amelyek mind átitatottak As Okori Mysterium And his family, the house of Aaron, was afterwards represented the priesthood in general. He was given this important post after a test, where his priestly rod was left in the tabernacle overnight, and in the morning it was found not only to have blossomed, but to have produced almonds, which was taken as a divine sign. Then we read in the book of Exodus an interesting fact about Aaron. Mózes második könyvében aztán szintén olvashatunk érdekes dolgokat Mózesről és Áronról. Ez valószínűleg mindenki ismeri ezeket, ez a kivonulás története, illetve a különböző egyiptomi csapások amikor is szintén szerepel ez a pálca, és az az érdekesség, hogy ugye Áron varázsló is volt, korábban is varázsló, varázsolt, és ezúttal is ő volt az, aki előhívta ezeket a csapásokat, és szembeszállt az egyiptomi bölcsekkel és varázslókkal. Szóval úgy gondolják ők, hogy ez a bot, ez Áronnak a botját reprezentálja, Azért, mert Áron egy varázsló volt, hiszen volt ilyen speciális hatalma a Bibliában.